Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Sarkadi Krisztina vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Szakmai fórum Szekszárdon. A következő években 2891 milliárd forintnyi fejlesztéshez jut az agrárium. Eszközöket adományoztak a kórháznak, rengeteg védőfelszerelést kapott a szekszárdi intézmény. Kolbásztöltőverseny Mucsfán. 15 csapat nevezett a rendezvényre. Beteg kislánynak gyűjtöttek, 843 ezer forint gyűlt össze a cikói rendezvényen. A szekszárdi és a környező települések mezőgazdasági szakembereinek tartottak fórumot a Tolnai Vármegye székhelyen. A résztvevők elsősorban a megújult közös agrárpolitikáról és annak hatásairól hallhattak, miszerint a következő években 2891 milliárd forint vidékfejlesztési forráshoz jut az agrárium. Idén jelentős részben jogszabályi változások kezdődnek a hazai agráriumban, ezért a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szekszárdon egy szakmai fórum keretében tájékoztatta a mezőgazdasági szakembereket, egyebek mellett az április közepén beadandó egységes kérelmek időszakáról. Itt olyan előadókat hívtunk meg, akiktől első kézből tudnak információt szerezni a gazdálkodók, és át tudják gondolni, hogy az egység április közepéig, hogy az ő gazdaságukra mik azok a vállalások, amiket be tudnak vállalni, és ezzel növelni tudják a terület alapú támogatásoknak az összegét. Az eseményen részt vett Horváth István, Tolna vármegye 1-es számú választókerületének országgyűlési képviselője. Ő elmondta, hogy az elkövetkezendő években rendkívül meghatározók lesznek a vidékfejlesztési programhoz tartozó beruházások. Mi itt vidéken élünk, és ahhoz, hogy a vidéknek megtartsuk a megtartó erejét, fontos az, hogy a településeken élő családi gazdaságok, illetve agrárvállalkozások stabil támogatási környezetben tudjanak dolgozni. És ami számomra még nagyon fontos, hogy a fiatal gazdák hogyan tudnak bekapcsolódni ebbe a támogatási rendszerbe. Horváth István hozzátette, fontos, hogy a fiatal gazdák bekapcsolódjanak ebbe a rendszerbe, mert csak így valósulhat meg a generációváltás, ami meghatározza a települések jövőképét. Györfi Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke úgy fogalmazott, hogy az előttünk álló néhány évben 2891 milliárd forintnyi fejlesztéshez jut az agrárium. Erre korábban még nem volt példa, most úgy van rá lehetőség, hogy Magyarország az uniós forrásokat 80%-os hazai társfinanszírozással egészíti majd ki. Fejlesztési programban, ha valaki nyer egy pályázatot, legyen az akár egy agrárkörnyezet gazdálkodási program, egy kertészeti beruházás, vagy egy precíziós gép vásárlása, ott ha minden pénzt összeszámolunk, akkor azt látjuk, hogy 100 forintonként 80 forint a hazai forrás, és 20 forint az Európai Unióból érkező pénz. De azt gondolom, hogy ez nagyon jól mutatja Magyarország kormányának azt az eltökéltségét, ami a vidék felzárkóztatása mellett tetten érhető ebben a programban. A konferencián beszéltek az agrárökológiai alapprogramról is. Ennek célja, hogy a termelés során a talajt is védjék. Utóbbi az egységes kérelmek esetében is lényeges lesz áprilisban, ezért célszerű felkeresni a falu gazdászokat további információkért. Vádat emeltek az ellen a szerb férfi ellen, aki 2021-ben 10 vegyszerrel teli olajos hordót rakott le Szekszárd mellett, valamint további 30-at Alsónyék közelében. A vádlott Ausztriából hozta ide a veszélyes hulladékot. A rakodás közben megzavarták, ezért akkor menekülni kezdett. A 200 literes kék, illetve 120 literes fehér színű tárolók élelmiszeripari lánckenő anyagot és mosókoncentrátumokat tartalmaztak. A büntetlen előéletű vádlottal szemben a szekszárdi járási ügyészség felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását szorgalmazza. Vezetőt keresnek Tolnán a tavaly elkészült új városi bölcsöde élére. Az állást egyszer már meghirdették, akkor viszont csak érvénytelennek minősíthető pályázatok érkeztek be. Fontos elvárás mások mellett, hogy hasonló területen szerzett, legalább 5 éves munkatapasztalatot vár az önkormányzat. Pályázni kifejezetten érdemes annak, aki ilyen készséggel rendelkezik. Tolnán ugyanis tavaly közel 500 millió forintos befektetéssel alakította ki teljesen új városi bölcsödét. Elfogadhatatlan, ha valaki visszaél a rábízott gyermek bizalmával, ezért szigorítani kell a gyermekvédelmi szabályokat.
Gulyás Gergely azt mondta, volt egy konkrét eset, amely ismét a figyelem középpontjába állította az ügyet. Mint fogalmazott, amikor azt látni, hogy egy pedagógiai asszisztens visszaél a pozíciójával és a diákok bizalmával, az tűrhetetlen és elfogadhatatlan. Az pedig, hogy ezzel a közösségi médiában dicsekszik, kifejezetten beteges és gyomorforgató. Több mint egy hete robbant ki az említett szakember körüli botrány. A férfi ugyanis azzal büszkelkedett egy internetre feltöltött videóval, hogy szexuális kapcsolata van egy 15 éves fiúval. A hatóságokat a belügyminiszter utasította, hogy minden ilyen esetben gyors, átfogó, teljes körű alapos vizsgálatot folytassanak le. A jogi és büntetőjogi szabályozás áttekintése, illetve a gyermekvédelmi szabályok megszigorítása pedig a kormány, illetve a kormánypárti frakciók feladata. 15 ezer darab FFP3-as szájmaszkot és rengeteg védőszemüveget ajánlott fel Zsikó Zoltán és a Tolnavár megyei Polgárőrszövetség a Szekszárdi Kórháznak. Az eszközökre nagy szükség van az egészségügyben. Baráti készfogás is járt az adományozó oklevél mellé. Nem akármilyen segítséget ajánlott fel Zsikó Zoltán, a Tolnavár megyei önkormányzat alelnöke és a Polgárőrszövetség a Szekszárdi Kórháznak. Az intézmény fontos védőfelszerelésekhez jutott hozzá. 15 ezer darab FFP3-as maszkot adományozunk, és további 1000 darab ilyen műanyag védőszemüveget fogunk még felajánlani, úgyhogy köszönet a belügyminisztériumnak, köszönet az Országos Polgárszövetségnek. 2021-ben és 2022-ben a polgárőrök is részt vettek a járvány elleni védekezésben. Mások mellett embereket szállítottak saját járművekkel az oltópontokra. Széles János, a Vármegyei Szövetség elnöke azt mondja, akkor szembesültek azzal, hogy mekkora szükség van ezekre a védőeszközökre. Ezért nem volt kérdés, hogy amint lehetőségük lesz, támogatják az egészségügyet. Azt gondolom, hogy sajnálatos módon most bejött ez az influenza vírus, és kellő időben, kellő mennyiségben tudtuk a megyei kórházba eljutatni 15 ezer darab védőfelszerelést, és azt gondolom, hogy elég modern FFP3-as, szeretném hangsúlyozni, egy ötrétegű FFP3-as védőmaszkkal támogattuk az egészségügyben dolgozókat, illetve hát a betegeket. A védőfelszereléseket már meg is kapták a kórház dolgozói, így azokat ők és a betegek is napi szinten használhatják. Végleg bezárják Pakson az egynapos sebészetet és a helyi gyógyfürdőt. Az önkormányzat ugyanis nem finanszírozza tovább ezek működését. Erről a település alpolgármestere beszélt. Előbbi létesítménye a koronavírus járvány idején egyszer már hasonló sorsra jutott. A település vezető szerint a gyógyfürdő megközelítőleg évente 20 millió forintos bevételt hozott a városnak, mintegy 250 milliós éves költség mellett. Több elektromos áramot termeltek múlt héten egy rövid ideig a hazai naperőművek, mint a paksi atomerőmű. A Mavér szerint a keddi rekord időszakában a villamos energiarendszer terhelésének felét, nagyjából 2300 megawattot a megújulókból, a napenergia mellett részben szélenergiából fedeztük. A dél körüli órákban Magyarország importra sem szorult a naperőműveknek köszönhetően. 15 csapat részvételével zajlott az idei Mucsfai kolbásztöltő verseny, ahol kitétel volt, hogy a csapatban legyen helyi lakos. A zsűri az első három hely mellett külön díjat is osztott. A közösségépítő rendezvényen a csapat összhang sokat nyomott alatba ennek elnyeréséhez. Jó hangulatban munkálkodtak a csapatok Mucsfán a másodízben megrendezett kolbásztöltő fesztiválon. Délután 2-ig lehet leadni a megsült kolbászokat. Itt minden jelentkező csapat kapott 3 kg darált húst, 1 kg kenyeret és egy zacskó belet, és mindenki ebből gazdálkodhat. Ezt délután 2 óráig megsülve kell leadni a zsűri elé. A versenyre való nevezés alapfeltétele volt, hogy a csapatban legyen mucsfai tag. A tavalyi győztes, a Bonyhádi Kártyaparti csapata címvédőként hozta magával a Vándorserleget, ami egy több mint 50 éves restaurált hurkatöltő. A versenyzőknek 3 órája volt arra, hogy a lehető legjobb ízű kolbászt tálalják fel a 4-tagú zsűrinek. Valaki jól bevált recepttel érkezett, de akadtak olyanok is, akik szemmérték után adagolták a fűszereket a hazai disznóvágások egyik közkedvelt ételéhez, a kolbászhoz. A szervezők idén egy külön díjjal is készültek, amely elnyeréséhez több feltételnek is meg kellett felelni, tudtuk meg az egyik zsűritaktól. Külső szempontokat is értékelünk, tehát a csapat összhangját, a kreativitást, illetve hogy hogyan díszítették fel az asztalt.
A negyedik szempont pedig majd a kolbászoknak az íze lesz. A tavaly hagyományteremtő céllal életre hívott rendezvényre összesen 15 csapat nevezett idén. A több mint fél évszázados restaurált vándordíjért jövőre újra harcba szállhatnak a kolbásztöltők Mucsfán. Közel 3 kilométernyi vízelvezető rendszer épült ki Tevelen egy topos pályázatnak köszönhetően. A 378 millió forintos visszanemtérítendő támogatásból a község teljes hosszán megújult a faluárok, így már nem jelenthet problémát a hirtelen lezúduló csapadékvíz a völgységi településen. A szakemberek iszapot kotortak és egy különleges, úgynevezett kőpaplanos megoldással az árokrendszert is korszerűsítették. Ennek köszönhetően a csapadék már a mederben elszivárog. Egy 7 éves kislány gyógyulását segíti az a 843 ezer forintnyi adomány, ami a Cikón megrendezett márka független autós találkozón gyűlt össze. A Bonyhádi család heti szinten gyógykezelésekre jár a kislánnyal, ami komoly anyagi teher számukra. Vasárnap motor zúgás törte meg a csendet Cikón. Egy beteg kislány gyógykezelésére gyűjtöttek a márka független autós találkozón, ahol lehetőség adódott élményautózásra is. A település művelődési házában gyerekprogramokkal, tornával és zenével is készültek a szervezők az adománygyűjtő rendezvény alkalmával. A zord télies időjárás ellenére sokan érezték szívügyüknek, hogy a szabadtéri program elemeket is tartogató eseményen pénzadománnyal segítsék a bonyhádi kislány gyógyulását. Két darab ládánk van kihelyezve, egy itt a hangosításnál, egy bent a kultúrházban, illetve az autózásért lehet egy kis pénzt adni, és akkor abban támogatjuk igazából Milának a gyógyulását. A művelődési házban 250 forint per darabáron lehetett megvásárolni azokat a süteményeket, amelyeket jó szívvel készítettek el a felajánlók, ezzel is támogatva a 7 éves kislány gyógykezelését. Mira szülei 5-6 hónapos kora körül figyeltek fel arra, hogy valami nem stimmel a gyermekük mozgásával. Vizsgálatok sora következett, azóta pedig folyamatosan gyógykezelésre járnak. Az otthoni torna mellett heti szinten viszik többek között Szekszárdra, fizikoterápiára. Ez nem csak lelkileg ró terhet a családra, anyagilag is. Nagyon sokat, hetente kétszer visszük tornára, de járunk két hetente is. Így nehéz így járni vele itt tornára, meg itt cipelni. Reméljük, hogy meg fog gyógyulni. A szülők bíznak gyermekük állapotának javulásában, amelyhez nagy segítség az a közel 850 ezer forint, amely a cikói márka független autós találkozón gyűlt össze Mira kezelésének támogatására. Regionális híreink következnek. Nem mindenkinek ajánlják a szakemberek, akár rosszulléthez is vezethet a nem megfelelő böjtölés. Az enyhe tél hatására elkezdődhet a medvehagyma szezonja, kellő óvatossággal kell eljárni a gyűjtéskor. Kiberbiztonsági hónap, az idősek védelmében kibervetélkedőt tartottak a pécsi rendőrségen. Hamvazó szerdával elkezdődött a keresztény vallásoknál a böjtölés időszaka. A szakemberek szerint jó hatással lehet az emberek szervezetére, ha néha kicsit változtatnak az étkezési szokásaikon. Itt sem szabad azonban túlzásokba esni, illetve több olyan csoport is van, akik számára nem ajánlott vagy egyenesen tiltott a böjtölés. Rengeteg pozitív hatása van az ember szervezetére a böjtnek. Kutatások bizonyítják, hogy többek között felfrissülnek tőle az agyi funkciók, csökkenti a vérnyomást, illetve javult tőle az anyagcsere. A keresztény vallásban szerdán kezdődött a 40 napos böjt, melyet még manapság is sokan tartanak. Jó dolognak tartom, tehát a méregtelenítés az egy fontos dolog, főleg most tavasszal. Én nem vagyok különösebben érteni, kevés húst is eszek. Tésztát főzök, tehát zsírral főzök, vagy olajjal, de nem eszek húst, sajtot, családot belevonom, és mindenki azt teszik, amit csinálok. Általában mindig ízlik nekik, úgyhogy nem érzik, hogy annyira böjt lenne. A böjtöléssel amúgy is vigyázni kell, mondják a szakemberek. A legtöbb embernél ugyanis általában pozitív hatást fejt ki az étkezés átalakítása. Vannak azonban, akiknek nem ajánlott egyáltalán. Ilyenek a kismamák, az étkezési zavarral küzdők és a gyerekek is. A legtöbb ember számára a böjt biztonságos, persze érdemes fokozatosan elkezdeni és gyakorolni, és odafigyelni a szervezet jelzéseire, mert nem az a cél, hogy kicsináld magad, hanem az, hogy javítsd az egészségedet. Az a cél, hogy a böjt után jobban érezd magad, és nem az a cél,
hogy ez egyfajta önsanyargatás legyen, és esetleg baj is legyen belőle. Szóval, ha nagyon nem bírod, ha rosszul érzed magad, akkor inkább törd meg a böjtöt, majd megpróbálod legközelebb újra, és lehet, hogy akkor jobban fog menni. A böjtnek egyébként eredetileg nem a hús elhagyása volt a lényege a kereszténységben sem, hanem az önuralom általi megtisztulásnak. Rengetegen vannak azon az állásponton, hogy manapság sem az étkezésről, hanem az élvezeti cikkekről kell kicsit lemondani az embereknek ebben a 40 napban. A tavaszias időjárás miatt a természet is elkezdett éredezni. A mecsek egyes pontjain például már találkozhatunk medvehagymával. Fontos, hogy szabadon csak állami erdőkben lehet szedni egy napon 2 kg egy személynek. A gyűjtés során pedig oda kell figyelni, nehogy összekeverjük a mérgező gyöngyvirággal. Leveleik ugyanis rendkívül hasonlóak. Az enyhe tél miatt már február utolsó napjaiban elkezdődhet a medvehagyma idei szezonja. A mecsek déli lankáin már előbújt a tavasz hírnökeként is ismert zöld csemege. Nevét onnan kapta, hogy a medvék téli álmukat követően ezzel a levéllel indítják a tavaszt a méz helyett, de a vaddisznók is előszeretettel rágcsálják. A sokak által kedvelt növényt idén is lehet szüretelni, azonban több szabályt is be kell tartani. A figyelmetlen gyűjtögetők akár hatósági intézkedés alá is eshetnek. Állami erdőterületen bárki gyűjthet medvehagymát, de ennek is van egy felső határa. Ezt úgy hívják, hogy az egyéni szükségletnek megfelelő, ami naponta 2 kg és fejenként. Tehát egy ember egy nap 2 kg-ot gyűjthet maximum. A védett természeti területre viszont nem ad ki medvehagyma gyűjtési engedélyt a társaság. A szakemberek folyamatosan ellenőrzik azokat a helyszíneket, ahol a növény terem. Jellegzetes fokhagyma illatáról ismerhető fel, ami fontos szempont, hiszen a legkönnyebben a gyöngyvirággal lehet összetéveszteni. Az egyébként májusban nyíló és mérgező virág levele rendkívül hasonlít a medvehagymáéhoz, de odafigyeléssel megkülönböztethetők. Ha a kettőt egymás mellé tesszük, akkor a gyöngyvirágé egy szélesebb, egy erősebben kiszélesedő és valamivel rövidebb levél. Amit még jól lehet látni, szembetűnhet, hogy a gyöngyvirág, ahogy a talajból kihajt, ilyen csőszerűen, hengeresen összehajtott formában jön ki a talajból, míg a medvehagyma már, ahogy jön ki, mindjárt lapos a formája. A szakember azt tanácsolja, hogy még a felhasználás előtt is vizsgáljuk át a leveleket. Hideg vízzel mossuk le, majd fél napra vagy egy éjszakára terítsük ki, hogy jól megszáradjon. Nagyon jó hatással van az emésztőrendszerre, de vér- és vesetisztító hatását is ismerik, sőt csökkenti a vérnyomást. Többek közt B-vitamint, magnéziumot, vasat, cinket, szelént és kálciumot is tartalmaz. Nagy mennyiségben viszont vérhígító hatása van. Február az Európai Kiberbiztonsági Hónap. Magyarország 2016-ban csatlakozott a programhoz. A pécsi rendőrkapitányság is fokozottan felhívja a figyelmet az online csalások elszaporodására, és óvatosságra int az internetes csalókkal szemben. A védelmet nyújtó ismeretek átadása és frissítése véget idős embereknek szervezett vetélkedőt a rendőrség Pécsen. Az internetes csalások tekintetében az idősebb korosztály a legveszélyeztetettebb. Ezért a februári kiberhónapban a pécsi rendőrkapitányság ezt a korosztályt célozza meg elsősorban a felvilágosítás terén. Vetélkedőt tartottak számukra a kapitányság épületében. Az online csalókra jellemző módszereket kellett felismerni a résztvevőknek. Szerintünk egy adatvalász SMS, annak készült. Nem szabad válaszolni rá és a linkre se kattintani, mert olyan helyre visz bele. A gyanús jelek szerintük, hogy külföldi telefonszám, tehát 33 eleve, a link, mert a takarja a banknak nem jel a időkorlát, hogy 24 óra előtt kell, és a fogalmazás, tehát nem teljesen magyaros a fogalmazás. Az online csalások megelőzése, kivédése érdekében akár internetes vagy telefonos csalásról legyen szó, a felvilágosító kiberrendezvény dr. Vitális Ágnes rendőralezredes tartotta. Felvettük a kapcsolatot a NET Nagyik Egyesülettel, ahol az idősek tanulhatnak internetezni, és ezt a lehetőséget meg is szokták ragadni, és megkértük őket, hogy 3 generációs csapatokat hozzanak ide magukkal, tehát minden nagyihoz jöjjön egy gyermek és egy unoka is.
hiszen a fiatalok tudnak segíteni az időseknek ebben a témában, ők azért sokkal jobban értenek hozzá. 5 csapatot tudtunk meghívni erre a kis vetélkedőre, különböző feladatokat adunk nekik, amikkel lényegében információt adunk át. Ezt megelőzően tájékoztatót tartottak a NET nagyiknak. Ezen különböző hasznos ismereteket adtak a kiberbűnözéssel kapcsolatban a résztvevőknek. Feladatlapokat is kaptak, amelyeket aztán hazavihettek. Reméljük, hogy sok emberhez el fog jutni, és így fel tudjuk hívni a figyelmet, hogy ezek a bűncselekmények mennyire veszélyesek, és most konkrétan ezek az online csalások elsősorban a pénztárcánkra veszélyesek, hiszen esetenként milliókat szoktak kicsalni a gyanútlan sértettektől, akik nincsenek tisztában az adott információkkal. A kiberhónapban a pécsi rendőrkapitányság ilyen módon hívja fel bárki, de fokozottan az idősebb korosztály figyelmét az online csalások veszélyességére. Végül mutatjuk újra röviden Tolna vármegye legfontosabb híreit. Szakmai fórum Szekszárdon. A következő években 2891 milliárd forintnyi fejlesztéshez jut az agrárium. Eszközöket adományoztak a kórháznak, rengeteg védőfelszerelést kapott a szekszárdi intézmény. Kolbásztöltőverseny Mucsfán. 15 csapat nevezett a rendezvényre. Beteg kislánynak gyűjtöttek, 843 ezer forint gyűlt össze a cikói rendezvényen. Kedden délelőtt változóan napos, felhős, délután zömmel erősen felhős idő várható. Említést érdemlő csapadék nem valószínű, éjszaka sok lesz a felhő felettünk. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!